8-án 17:00-ig összesen 2001 darab pályázatunk érkezett be elektronikus úton, papíralapon pedig mai napig még adják be fel a pályázatokat. Mi a lehetőséget nyitottunk arra, hogy azok a személyek, akik elektronikusan beküldték, még sikerüljön nekik is beadni papíralapon a pályázatot, mert csak így lesz érvényes az egész pályázati anyagoknak az aktivizálása. Nagyon sikeresnek tartom ezt a pályázati kört. Ha megnézzük azt, hogy a turisztikai kategóriában a Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács összesen 300 minősített vendégházat, 300 vendégházat sikerült nekik minősíteni, plusz ugye vannak olyan vendégházak, akik ukrajnai szintű minősítéssel is rendelkeznek, itt maximum 400 pályázatról beszélhetünk, ez a többi 1600 pályázat, ez vállalkozás fejlesztési kategóriában történt. Eddig ennyi pályázat ilyen kategóriában nem volt. A legtöbb pályázatunk mezőgazdaságban volt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon nagy az aktivitás, és hál' Istennek nagyon sokan próbálnak érni a pályázati lehetősége. Következik a formai ellenőrzés, hogy megfelel neki a dokumentumok, vagy megvannak-e minden dokumentumok a pályázathoz. Ezt követően történik a helyszín ellenőrzés és a pontozás, ukrajna és magyarországi pontozóval. Kiszámolódnak a pont különbségek közöttük, ha szükséges harmadik pontozót vonunk be, ezt követően hívják össze a kuratóriumot, és csak ezután terjesztük fel a javaslatot a döntéshozatalra, az irányító testületre Magyarországra, ahhoz megszületik a végleges döntés, és csak akkor sikerül a szerződés aláírás. Ez körülbelül 90-120 napig számolódunk, ha minden jó fog menni, gondolom ősszel már lehetőség nyílik a szerződés aláírásra, és még idén folyósítás fognak kerülni a támogatási összegek.